Rohan, a bankfiókoknál hosszú sorok alakultak ki az ország minden részén a Budakesz kötődésű bankfiókoknál reggel, miután kiderült, hogy már csak 60 ezer forintot lehet felvenni ügyfelenként. Több helyen feszült volt a helyzet. Volt, ahol rendőrök, volt, ahol polgárőrök felügyelték a rendet a fizetésükért vagy nyugdíjukért aggódók indulatai miatt. Az érintett bankfiókok több városban 7:30 helyett 11 óra körül nyitottak ki. Kedden jelentették be, hogy felfüggesztették a Budakesz Brókerház és a tulajdonosok érdekörébe tartozó bankok működését, mert a gyanú szerint 15 éve szabálytalanul működtek. Tucatnyian várakoztak a Tokaji és Vidéke Takarék Szövetkezet fiókja előtt 7:30 Miskolcon. A banknak ekkor kellett volna nyitnia. Az van kiírva, hogy nem lehet utalni 10 óráig. Az egyik ügyfél betette a lábát az ajtórésbe, a biztonsági őr belülről nyomta az ajtót, a bankfiók nem nyitott ki. A fiók vezetője később kijött az utcára, hogy tájékoztassa az embereket. Semmilyen erőszakot nem szeretnék itt valakinek, hogy nem történik. Hát mi is tehát, se szeretnék volna ezt. Tegnap mit tetszett itt mondani személyesen? Az Uram, szerintem rajta múlik. A befektetéseikért, fizetésükért vagy épp nyugdíjukért aggódó emberek arra számítottak, hogy ma hozzájuthatnak a pénzükhöz. Tegnap még úgy volt, hogy 1 millió forintig fizetnek ügyfelenként, ma pedig közölték, hogy 60 ezer forintot ügyfelenként. Az ország többi részén hasonlóan feszült volt a hangulat. A térképen mutatjuk, a DRB bankcsoport összesen 112 fiókot működtet szerte az országban, körülbelül 100 ezer ügyfelük lehet. Siklóson is rengetegen álltak a bankfiók előtt kora reggeltől. Volt, aki bement? Nem. Kisen nyitották, hogyan mentünk volna be? A bank itt sem nyitott ki, kicsit távolabb több rendőr várakozott. Azt kellene ideállítani, hogy 47 ezerből meg tud élni. Heves megyében több fióknál a polgárőrség segítségét kérték. A feladatunk annyiban változott a tegnapi naphoz képest, hogy két ember az ajtóban fogja koordinálni a beengedést az intézménybe, két ember mehet be egyszer a takarékba. Tegnap még úgy volt, hogy 1 millió forintot vehetnek fel az ügyfelek, ma ezt 60 ezer forintra csökkentették. Megkeresésünkre a Magyar Nemzeti Bank azt írta, a tegnapi bankszünnap célja az volt, hogy a felügyeleti biztosok a kisbankokban pontosan felmérjék az intézmények fizetőképességét. Sajnos ez a vártnál rosszabbul alakult, ezért kellett elrendelnie az MNB-nek a 60 ezer forintos kifizetési korlátozást. Miskolcon végül 11 óra után kinyitott a bank. Fiók. Tehát kettesével fogunk beengedni, jó? Azt kérem, hogy az most ne jöjjön már be, akinek bankkártyája van a számlához. Készpénzben fizettek, bankkártyát nem lehetett használni, és utalni sem lehetett. Siklóson is csak 60 ezer forintot kaphatott minden ügyfél. Annál többet nem adnak ki, és ez 3 hónapra szól, és 3 hónap után a fönt lévő összeg, ami maradt a számlán, azt le lehet venni. Az ügyfelek stábunknak arról panaszkodtak, hogy a lekötött pénzük sorsáról nem kaptak megfelelő tájékoztatást.